tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit és a rendezvény valamennyi vendégét. Azt hiszem, hogy napjainkban a közlekedés az eléggé reflektorfénybe került, hiszen szó van a közösségi közlekedés átalakításáról, az ott lévő cégek megújításáról, használatarányos útdíj bevezetéséről. Sok mindenről beszélünk és sok mindent teszünk. És azért is örömteli egy-egy ilyen projektindító, vagy akár egy átadásnak az eseménye, mert bizonyítani tudjuk azt, hogy a kormányzat elkötelezett a fejlesztések mellett, és azoknak az átalakításoknak, amelyeket végzünk, van értelme, hiszen a végső cél az, hogy egy kényelmesebb 21. századi körülményeket megteremtő vasúti közlekedés is része legyen ennek a koncepciónak. Nyilván a műszaki szakemberek, a beruházó képviselői, a MÁV képviselői el fogják mondani, hogy ez a beruházás mennyiben fogja 13 végéig, 14 közepéig felgyorsítani az Esztergom-Budapest közötti közlekedést, mennyiben szolgálja az itt élők érdekeit, mennyiben komplex ez a felújítás, hiszen nem csak magának a pályavasútnak a felújítását tartalmazza, hanem a kapcsolódó létesítményekre is figyelmet fordít. Parkolók fognak épülni az állomások mellett, a peronok megújulnak, perontetők kerülnek kialakítása, versenyképessé akarjuk tenni a vasutat, a kötött pályás közlekedést. Nyilván ez a beruházás is azért tud megvalósulni, mert az első helyen az elővárosi közlekedésben, a Budapest elővárosi közlekedésben újítjuk meg ezeket a közlekedési formákat. Éppen most készül a Székesfehérvár-Budapest közötti vonalnak a felújítása, elindult ezzel az Esztergom-Budapesti vonal felújítása. Éppen tegnap döntött a kormány Vác állomás felújításáról, ami a nyugati pályaudvar és a Vác közötti közlekedést fogja felgyorsítani, megkönnyíteni, és ezt követi majd a Kelenföld-Szászhalombatta vonalnak a felújítása. Ha a budapesti közlekedést tekintjük, akkor látható, hogy naponta több mint 100 000 ember vasúton érkezik a fővárosba, ebből 14 000 ezt a vonalat veszi igénybe. Ezzel a felújítással 70-100 km közötti sebességre tudjuk növelni a pályaszakaszok sebességét, és reméljük, hogy a kialakított parkoló, a modernebb és gyorsabb pálya, az még több utast fog vonzani, és még inkább megkönnyíti a közlekedő gondjait. Ha belegondolunk, hogy a 10-es út problémája, a közúti közlekedés problémája nem oldható meg, miután egyfajta töltsérként működik az esztergomi térségnek a budapesti megközelítése, akkor látható, hogy ennek a vasútvonalnak nem csak most, hanem a jövőben is kiemelt szerepe marad. A kapcsolódó beruházások, például az óbudai különszintű csomópontnak a kialakítása, majd ezeket a beruházási ütemeket fogja követni, és remélhetőleg a végén a villamosítással, biztonsági berendezések, vonatbefolyásoló rendszerek felszerelésével a 14 utáni időszakban is folytatódnak ezek a fejlesztési ütemek. Én azt kérem mindenkitől, az utazóközönségtől, hogy ezt az elkövetkezendő másfél-két év viszontagságait, a vonatpótóbuszokat viseljék türelemmel, hiszen megfelelő szolgáltatást, itt jobb, modernebb közlekedési módot kapnak majd érte cserébe. Kérem a kivitelezőket, hogy magas szakmai színvonalon, úgy, ahogy a többi referencia munkán is végezték a munkájukat, ezen a vonalon is úgy dolgozzanak, és remélem, hogy minden itt élő állampolgárnak meg fogja könnyíteni majd a közlekedését ez a vonal. Ami a elkövetkezendő időszak fejlesztéseit illeti, az elmúlt években mintegy 100 milliárd forintnyi összeget költöttünk vasútvonalakra, ebből 120 km újult meg. A jelenleg folyamatban levő és a 13 évig rendelkezésre álló forrásokon mintegy 500 milliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban és indulhat meg a közeljövőben. Természetesen a MÁV sokkal felkészültebb, további 400 milliárd forintnyi projektet szeretne indítani, ezeket majd a 14-től induló források terhére tudjuk végigvinni. Azt hiszem, hogy talán ezek a számok is tükrözik, hogy a kormányzat elkötelezett a kötött pályás közlekedés mellett, ezt a személyszállítási törvényben, amit most fogadott el a parlament, szintén kiemeltük.